Barta Dénes nem először dolgozik a nemzeti csapat mellett, a szakember legutóbb a franciaországi U17-es Európa-bajnokságon 2 éve ezüstérmet szerző együttest irányította. Most Vágó Attilával együtt a 2000-2001-es születési fiatalokból igyekszik csapatot kovácsolni a tréner. Jelenleg 25-en tagjai a bőkeretnek. Én úgy gondolom, hogy fizikailag egy kicsit le vagyunk maradva a európai élvonaltól, ezen mindenképpen dolgozni kell. Technikailag ott vagyunk versenyben bárkivel, a taktikai feladatok közül pedig a újabb, modernebb kézilabdában, a páros kapcsolatokban, a pellóval kapcsolatban kell, hogy fejlődjünk, mert inkább rendszerjátékot játszanak ezek a gyerekek, és hát ez nemzetközi szinten nem mindig kivitelezhető. A szakember egyelőre egy nyíregyházi játékos hívott be a válogatott keretbe. Most legutóbb 2 alkalom már Kvanc Balázs volt velünk, őt néztük meg. Ő fizikailag és hát felkészültségben is a 25-ös keretnek el tudom mondani, hogy bőven tagja tud lenni. Ezen kívül még szeretném megnézni 2 játékost nyíregyházáról, azt a következő alkalommal meg is fogjuk hívni. És úgy gondolom, hogy ez a 2-3 ember ebből a régióból, vagy Nyíregyházáról akár egy bőkeretnek végleges tagja is lehet. Az ifjúsági Európa-bajnokságra készülő kézilabdázók számos tornán lépnek majd pályára, legközelebb decemberben Temesváron mérheti le Barta Dénes, hogy tanítványai milyen helyet foglalnak el a nemzetközi mezőnyben.